Egy héttel ezelőtt így indultak el a Petkupa versenyzői a Záhonyi Palackorú lebegő kikötőtől Tuzsér irányába. Az elmúlt években rendre több mint 20 csapat vett részt a nyári Petkupán, ebben az évben a járványveszély miatt csökkenteni kellett a létszámot. A Tisza hulladékmentesítési akciója egészen az elmúlt hét végéig tartott. Az önkéntesek szombaton szerencsésen megérkeztek a rakamazi célállomásra. Bár az elmúlt évek hulladékmennyiségét a kevesebb résztvevő miatt nem sikerült elérni, az előre kitűzött célt így is sikerült teljesíteni. 150 résztvevővel létrehoztunk egy olyan programot, ahol semmilyen fennakadás nem volt, sem egészségügyileg, sem kivitelezésben sehol. Nem döntöttünk rekordot, de nem is ez volt a célunk. A tavalyi és tavaly előtti évben 10 tonnás eredményekkel zártuk a kupát, viszont akkor majdnem dupla ennyien voltunk. Most korlátoztuk a létszámot, az előkészítésben is ugye bizonytalanságok voltak, hogy megtarthatjuk-e a kupát tervezett időben, úgyhogy az, hogy az idei, a 8. PET-kupán majdnem 8 tonna hulladékot gyűjtöttünk az ártérből, ezzel a kisebb létszámmal, az számunkra nagyon nagy eredmény. A petkalózók munkáját a sűrű ártéri növényzet és a szokásosnál több szúnyog egyaránt nehezítette. A csapatok versenyét végül az evezősök nyerték, a Tisza hősei külön díjban pedig a Petúnia csapata részesült. A versenyszervezője elmondta, továbbra is hatalmas szemétmennyiség érkezik Ukrajna felől a Tiszán, és bár a műanyag palackok a leglátványosabbak, igen széles a paletta. Ebben a hulladékban a tömeg nagy részét a kommunális fém és üvegfrakció viszi el, és ebből a fém és üveg is újrahasznosításra kerül, tehát elmondhatjuk, hogy az ártéri hulladéknak a 60%-a újrahasznosításra kerül, ami nagyon nagy szó, mert a hulladékszedő akciók nagyon sokszor befejeződnek ott, hogy összeszedtük a hulladékot, ami persze nagyon fontos és szebbé teszi a környezetünket, de a Petkupának mindig is célja volt az, hogy utánkövessük, hogy hova kerül a hulladékunk, és olyan partnereket találjunk, akik ezeket megfelelően hasznosítják. Ha így magunk elé képzeljük azt, hogy hogy néz ki most a teljes ártérből szedett hulladék látványilag, akkor azt látnánk, hogy van 150 big bagünk, ez így nagyjából egy köbméternyi hulladék, és abból 120 műanyag palackkal van teli. Tehát térfogatilag a legnagyobb rész az masszívan a PET palack, tehát amikor az ártérben valaki szemetet szed, akkor úgy érzi, hogy szinte csak PET palackot szed, de azért tömegében rendesen ott van a műanyag üveg és kommunális hulladék is. A kalózok a szokásos dolgok mellett úgynevezett kincsekre is bukkannak, így például számos papucs, cipő, villanykörte és gumilabda is kikerült a folyóból. Bár a versenyzáró eseményét szombat este megtartották, a munka még jelenleg is zajlik, a résztvevők a következő 1-2 napban ugyanis válogatják a műanyag hulladékot. Ebben a folyamatban az önkéntesek összepréselik és bálákba gyűjtik a palackokat, így adják át az újrahasznosítást végző szolgáltatónak. A szervezők a közeljövőben a Tisza mellékfolyóinak megtisztítását is megcélozzák, ennek keretében már készülnek a szeptemberi Bodrogi kupára, amelyet szintén hagyományteremtő módon rendeznének meg.